Sziasztok, Baktai Ádám vagyok. Rövid videó lesz. Január 28 van. Nagyon szuper, azt tudom, hogy egy nap megyek egy lakást felszentelni. És amit el akarok mesélni, ez már kb. Egy éve bennem van, de nem tudom, hogy hogy fogalmazzam meg ezt az egészet. Szerintem a bátyámat nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon megnyugtattam ezzel. De nem tudom, hogy hogy mondjam el, aztán rájött, hogyha mindent kitakarok, meg ki bíp, az akkor technikailag az nem lesz ezzel semmi baj. És tételezzük föl, hogy mit, teljesen mindegy, hogy meg akart venni valamit. És tavaly nyáron vette meg, és az a valamit, hogy nagyon szeretett volna megvenni, ez már évek óta ott volt körülötte, és azt megvehette volna x évvel ezelőtt fele annyiért. És ő ezen nagyon-nagyon bánkódott, és tudod, az inkább csak egy ilyen átvertségérzet, tehát nem azért bánkódott, mert persze tök jó valamit vesz az ember, meg az neki jól jön, meg minden. Egy földterületről van egyébként szó. És akkor x évvel később pedig meg tudta venni ugyanezt a dolgot duplájáért. És persze bántotta ez egyértelműen. És akkor azt mondtam neki, hogy milyen érdekes, hogyha úgy gondol vele vissza, hogy x évvel ezelőtt az az összeg lehet, hogy sokkal többet számított volna, mint most ez az összeg. És gondolkodott, és azt mondta, hogy igazad van, mert egyébként a cégem azóta sokkal jobban megy. Szóval technikailag az az érdekes, hogy azért ebben a jelenben lét, hogy azért szajkozzák ezt mindenki, a jóga, az upanisádok, az összes kicsit misztikusabb, védikus tanítás, mert az adja meg a nyugalmat. Ugye a múltra most hiába szomorkodunk, nem tudunk változtatni. A jövőre meg, hogyha ráparázunk jó előre, akkor meg kihagyjuk a jövőre való készülést. Ugye most alakítjuk ki a jövőnket. Ezek ellen, mint a grú, tudom, amikor magyaráz. És ez a lényeg az egésznek, hogy azért kell most jelenben lenni, mert akkor tudjuk megragadni a lehetőséget, akkor tudjuk úgy csinálni, hogy jó. Mert nekem is régen, apám régen mindig mondta, jó fiam, akkor megtettem volna ezt. És mindig mondta neki, igen, fater, de akkor még nem tudtad ezt, amit most tudsz. Tehát te most tudod ezt, és ezért látszik az, hogy hú, de jó lett volna akkor ezt nem tudtad. Szóval mostani agyaddal próbáljál olyan is, mit előre dolgozni, ami majd amikor 10 év van, akkor megint van ez az érzés, hogy most kellett volna megcsinálni azt, meg akkor, meg minden. Az megint csak elszalasztott lehetőség. De akkor nem tudtad azt mondani, hogy nem volt erre kész, nem volt tudásod hozzá, nem volt meg a tapasztalatod. Jön egy nagyon érdekes védikus közmondás, hogy ahhoz, hogy jó döntéseket hozzál, ahhoz szükséges a megfelelő mennyiségű tapasztalás. De ahhoz, hogy meglegyen a megfelelő mennyiségű tapasztalás, azokhoz meg egy csomó rossz döntést kell hozni. Ahhoz, hogy igenis megéld azt, hogy oké, most már tudom, hogy ezt legközelebb így fogom csinálni. Jó, tehát igazából az az érdekes, hogy soha semmi nem baj, hanem mindenek megvan az a minőség, hogy ez kicsit nehezebb, vagy kicsit, ez nem baj, nincs jó vagy rossz. Ezt mi éljük meg úgy jónak, rossznak. Nekem a harcművészmesterem mindig azt mondta, hogy vagy nyersz, vagy tanulsz. Ez a két opció van, mert Indiában azért volt olyan, mint hogy elmentünk egy versenyre, csak az én súlykategóriámban indultak 600-an, és mondtam, este, nem, annyi idő nincs, nem. Kérdezz meg, hogy van-e szuper kategória, ilyen 120 kiló fölött, és akkor volt, és mondta, hogy abba indulsz. Na mondom, de hát én 85 vagyok, nem baj? Vagy nyersz, vagy veszítesz. Nem, vagy nyersz, vagy tanulsz, bocsánat, igen. Én sokat tanultam az ilyenekből. Szóval ott van az az állapot, hogy mindig az adott helyzet az valahova minket visz, és az valahol minket valamire felkészít. De ezt akkor tudjuk jól megragadni, ezt akkor tudjuk jól kezelni, ha jelenben vagyunk, hogy nem ízé parázgatunk, hogy mi volt múlt héten, meg mi lesz majd két hét múlva. Mert most jelenben kell működni. Ezért van az, hogy a jogában, az upanisadokban mindenki ezt tanítja, hogy ez a mód. Ez adja meg a belső nyugalmat, ez adja meg ezt a jóságot, szatva gunnát. Helyben, rendben, az van, ami van. Jó? Om tat sat.